A rendhagyó nyílt napra sok fiatalt vártak a szervezők. Délelőtt a gokart pályára, majd délután az eseménynek évek óta helyet biztosító motokrosz terepre invitálták a benzingő szerelmeseit és a jövő reménységeit. Teljesen rendhagyó, mert nem csak mi szervezzük ezt a nyílt napot, hanem az SZI gokár szakkörrel együtt közösen, és abban is rendhagyó a nyílt napunk, hogy nem a paksi AMSE crosspályán zajlik, kizárólag nem csak ott zajlik, hanem itt is, ezen a helyszínen. Egy időben, két helyszínen. Reményeink szerint ebéd után már többen lesznek, főleg a fiatalabbakra gondolunk, akik ingyen kipróbálják az SZI gokár szakkör gokártyait, illetve mögöttem levő ilyen vízálló testfestés, a legkisebbek megkaphatják szintén grátis. Az SZI gokár szakcsoportja a 80-as évek vége óta működik az intézmény falain belül. Régen országos versenyeken szép eredményeket értek el, mára a technika rohamos fejlődésének és a kiadások robbanásszerű emelkedésének köszönhetően sajnos beszűkültek a lehetőségeik. 87-ben indult a gokart szakkör, azóta folyamatosan megy, akkor 125 köbcentis MZ gokartokkal versenyeztettek. Sajnos most már nincs arra lehetőségünk, annyit fejlődött a technika, és nem bírjuk őket követni sem anyagilag, sem időben, hogy részt vegyünk országos bajnokságon. Viszont bérgokart szinten, heti szinten gokartoztatjuk a diákjainkat is, illetve amikor tudunk ilyen nyílt napot csinálni, akkor pedig minden kedves látogatót is. Mi az SZI udvarban vagyunk, tehát ott van a műhely, ott csináljuk a szakkört, nagyjából ott tudtunk gokartozni. Ősszel sikerült megbeszélni a tulajjal, hogy ingyen és bérmentve tudjuk ezt használni, ezt a üres telepet, aztán azóta kitakarítottunk, hoztunk egy rakásgumit, és azóta időként kijárunk ide, de alapvetően az SZI a bázisunk. Jó pár évvel ezelőtt volt a PAMSE autós szakágán belül gokart csoport, azonban ez mára megszűnt, de a tervek szerint a jövőben esetleg fúzionálnának az SZI gokardosokkal, így egyszerűbb lehet akár egy nyílt nap szervezése is.